Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveleinek 11. fejezetének 17. versétől a fejezet végéig. És ott az apostol a következőket írja. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először is azt hallom, hogy amikor összejöttek a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek. És ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is. Hogy a kipróbáltak nyilvánvalóká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttek egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni. Mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok? Vagy megvetitek az Isten gyülekezetét? És megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen? Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy isza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világot együtt elnevesszünk. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybe gyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a tapasztalatom az, hogy elég sok ember félreérti az úrvacsorát. Vagy kicsit másképp kell ez mondani, hogy elég sok ember van, aki elég sok mindent félreért abból, amit teszünk, amikor az úrvacsorai közösséget szervezünk és azzal élünk. Hát annak ugye több oka van, de szerintem a legfontosabb oka az az, hogy túl keveset beszélünk erről a szószékről. Nem magyarázzuk el azokat a szakaszokat, amelyeket felolvasunk. Ugye biztos, hogy amikor konfirmációra készültünk, akkor a lelkész felkészített bennünket abból is, hogy valójában mi az úrvacsora, de ugye az elég régen volt. És én úgy tudom, hogy elég ritkán elmagyarázzuk az úrvacsorai közösséget. Ugye évente többször megtartják, lehet, vannak gyülekezetek, ahol havonta egyszer megtartják, de ki magyarázza el nekem, hogy miről van szó? Mert a liturgia itt-ott egy kicsit félreérthető, én azt gondolom. Ezért elővettem ezt a szakaszt. Ugye, ami majd el is fog hangzani újra, amikor az úrvacsora osztásra kerül a sor, és azt gondoltam, hogy egy-két dolgot nézzünk meg belőle. Az egészet ma nem tudom magyarázni, mert nagyon sok részlet van benne, de egy-két dolog nagyon fontos. Például, ugye
Az első dolog, Pál apostol azért írja ezeket a szavakat, mert a korintusi gyülekezetben is félreértették az úrvacsorát. Ezért írja Pál apostol ezeket a dolgokat. Ami egy fontos dolog, mert ugye Pál apostol alapította ezt a gyülekezetet, Pál apostol tanította ezeket az embereket, aztán tovább kellett mennie, ugye, az Úr irányítása és vezetése alatt, aztán hall dolgokat, kapja a híreket, hogy mi történik a gyülekezetben. És ír ugye két elég hosszú levelet a gyülekezetnek, amiben sok mindent leír a gyülekezet életéről. Nekünk nagyon jó, hogy ezeket leírta, mert abból sok mindent lehet tanulni, de ugye az indoka, az eredeti indok az az volt, hogy elég rossz gyülekezet volt ez. Egy apostol által alapított gyülekezet is lehetett rossz. Többek között ugye az úrvacsorát értették félve. Tehát ez nem egy új dolog. Talán ezt azt kellene mondanom, hogy elég egyszerűen lehet félreérteni az úrvacsorát. Mert olyan mély tartalma van, hogy ezt igazából újra, meg újra el kell magyarázni. Nos, remélem, hogy a felolvasott szakaszból, ha egy kicsit vigyáztunk és figyeltünk, a felolvasott szakaszból kiderül, hogy egy kicsit másképp tartották az úrvacsorát akkor, mint mi most. Ugye itt Pál apostol arról beszél, hogy egy valódi vacsora keretében tartják meg az úrvacsorát is. Tehát összejön a gyülekezet, akkor ugye a saját templomuk még eleve nem volt, valamelyik helyen jöttek össze, amit valaki rendelkezésre bocsátott, és ott volt egy igazi vacsora is, tehát valóban közösen étkeztek, és annak a keretében tartották az úrvacsorai közösséget is. Csak ugye volt egy gond. Pál apostol itt arról ír, hogy voltak, akik előbb érkeztek meg, és megették azt a vacsorát, ami közös vacsora lett volna. De gondolom, hogy ugye kik érnek rá korábba jönni? Ugye azok érnek rá, akiknek kevesebb dolguk van. Ami azt jelenti, hogy a keresztény rabszolga, vagy egyszerűen a keresztény szolga, vagy mondjuk így, hogy a szegényebb ember, biztos, hogy csak később tudott csatlakozni a gyülekezethez, mert ugye először a munkáját kellett elvégeznie, akinek nem is volt munkahelye, úgymond, tehát a gazdagabb ember, vagy aki önmagának osztotta be az idejét, hát azért rá ugye korábban is jönni. Tehát nagyjából az történik, hogy a gazdagabbak jönnek előbb, hozzák ugye azt az ételt, italt, amit a közösbe szánnak, aztán valamikor el is kezdenek enni, és amikor a szegényebb testvérek is csatlakoznak, hát akkor lehet, hogy még maradt egy kis kenyér és egy kis bor, hogy a végén még lehessen egy kis úrvacsorai közösséget tartani, de ugye akik korábban jöttek, azok már részegek voltak. Na annyi sok étel van, mert annyira finom, meg haver, de jó, hogy te is itt vagy, majd jönnek a többiek is, de mi elkezdjük, értitek? Pál apostol nem így tanította nekik az úrvacsorát. Az úrvacsora lényege éppen a közösség. Pál apostol ezt már leírta nekik, ugyanabban a levélben, a 10. fejezetben, a 16.-17. versében, azt mondja, ott ezekben a versekben, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk. Ugye teljesen világosan elmondja Pál apostol, hogy miről van szó. Közösen iszunk a hálaadás poharából. Ez micsoda? Az Úr Jézus vér. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy mi is abban részesedünk,
amit az Úr Jézus megszerzett az ő vérével. No, mit szerzett az Úr Jézus az ő vérével? Bűnbocsánatot, örök életet. Ugye ez a megtartatásunk. És ami akkor a kenyeret eszünk, az mit jelent? Hát a kenyér az Úr Jézus teste. És ugye itt már bonyolultabb a dolog. Mert igazából az Úr Jézusnak kétféle teste van. Van az a test, amiben élt. Ugye a hústest. Amit adott nekünk a Golgotai keresztre, hogy adja a vérét. De az Úr Jézusnak van egy másik teste is. Az Úr Jézus már az Ószövetségben is megjelent, láthatóan az ő népe körében, és az Úr Jézus most is látható, bár a hús testével fölment a mennyekbe. Mondtam, hogy bonyolult. Amikor János evangéliumában az Úr Jézus először kitisztítja a templomot, akkor ő beszél ott az ő testéről. És a tanítványok ezt félreértették. Az Úr Jézus az ószövetségi időkben a templom, a kőtemplom épületében láthatóvá válik már az ő népe számára. Ugye ott mutatják be az áldozatot. Az a központi hely, ahova bárki jöhet, nem csak a zsidó ember, bárki jöhet, legalábbis az első udvarba, imádkozni, hálát adni, ott mutatják be Isten ószövetségi népének az áldozatait, és ott a szentek szentjében egyszer ugye bemegy a főpap, és bemutatja az áldozatot. Na, ilyen kőtemplom most már nincsen, mehetünk Jeruzsálembe, ugye egy fal még, ott van, az nem is a templomnak a fala, hanem az egyik udvarnak az egyik fala. De most az Úr Jézusnak élő temploma van. Azok már mi vagyunk? Mi az új szövetségben nem az a lényeg, hogy milyen épületben jövünk össze. Az új szövetségben az a lényeg, hogy az Úr Jézus követői együtt, mondjuk így, hogy testületileg, ugye most már értjük, hogy honnan jön ez a test. Az új szövetségben az a lényeg, hogy az Úr Jézus követői testületileg megmutassák az Úr Jézus dicséretét. Erre hív el bennünket az Úr Jézus, amikor megtérésre hív bennünket. Nem csak az önmagával való közösségbe hív bennünket, hanem egy népbe hív bennünket. Ez a nép egy élő templom. Ez a nép az Úr Jézus teste, amely arra hivatott, hogy az Úr Jézust dicsőítse. Hogyan? Azáltal, hogy hetente egyszer egy órára összejövünk egy kőtemplomban? Nem. Ugye? Honnan ismerik meg az emberek, hogy mi az Úr Jézus követői vagyunk? Megint János evangéliuma? Hogy mi szeretjük egymást? A szeretet által dicsőítjük mi az Istent. Ugye ez a nagy parancsolat. A teljes szeretet. Az két dologból áll. De nem két különböző dolog. Csak az érem két oldala. Istent úgy szeretjük, hogy irtózunk mindentől, ami összeegyeztethetetlen az Istennel. Az a szeretet egyik oldala. A szeretet másik oldala az az, hogy úgy szeretjük a fele barátunkat, ahogyan önmagunkat is mindig szeretjük, mert mindig a jót keresünk magunknak. Hát, amikor a kenyeret veszünk, akkor mi
bizonyságot teszünk arról, hogy mi közösségbe akarunk lenni, szívünk szándéka az, hogy az Úr Jézus testével való közösség, ez épségben megmaradjon. Mind az Úr Jézusnak, annak a testével, amely most a mennybe van, amely a megtartatásunknak a záloga, mind az Úr Jézusnak, annak a testével, azzal a testével, akit látunk körülöttünk. És akkor mi az, mert ugye arra megy ki ez a szakasz, akkor ki az, aki méltatlanul eszik, vagy iszik? Az olyan, az az ember, aki nem tökéletes? Vajon méltatlanul eszik-e az az ember, aki tudja, hogy még bűnöket követ el? Ugye nem, mert akkor nem tudnánk úrvacsorát tartani. Van ilyen felfogás némely református felekezetben, legalább Hollandiában van olyan, hogy megterítik az Úr asztalát, akkor ki is hirdetik, hogy de vigyázunk, és akkor mindenki ülve maradt, és csak nézik. Miért nem arról van szó, hogy csak a bűntelenek vehetnek úrvacsorát? Kérdés itt az, hogy a szívem szándéka-e az, hogy részesüljek mind abban, amit az Úr Jézus vére megszerzett nekem, és részesüljek-e az Úr Jézus Krisztus testében. Magyarul, méltatlanul az eszik, aki nem szereti a testvérét. Méltatlanul eszik az, aki kilép a kapuból, és már elkezdi kritizálni a gyülekezetet. Ez se jó, az se jó. Aki ma eleve úgy jön, hogy vajon most hogy lesz az úrvacsora? Mindent úgy fognak csinálni, ahogyan megszoktuk. Méltatlanul eszik és iszik az, aki nem építi az Isten szeretetét. Méltó az úrvacsorához az az ember, aki tudja, hogy nem bűntelen, aki, K.T. így mondja, bánkódik a bűnei miatt, ugye, értjük, remélem, értjük, miről van szó, tehát nem egy-egy bűnt most nagyon is bánok meg, hanem folyamatosan bánkódom a bűnei miatt, de egyszer s mint bízom abban, hogy mivel az Úr Jézus elhívott engem, és én igent mondtam az ő hívására, az ő vére elfedezi az én bűneimet. Az ő ereje segít az én erőtlenségemben. És igyekszem, nem biztos, hogy sikerül, de a harmadik dolog az, hogy igyekszem a Szentlélek vezetése alatt az Úr Jézusnak tetsző módon élni. Tehát itt nem a tökéletesség a mérce, de azért van egy nagyon komoly kérdés, hogy a szívem szándéka vajon milyen? Én vajon azért járok a gyülekezetbe, hogy egyre jobban tanuljam meg az isteni szeretetet, egyre jobban próbáljam azt ki a gyülekezeti közösségben, hogy utána már annyi gyakorlatom legyen, hogy a mindennapi életben is merek egy-egy helyzetben Isten szeretete szerint cselekedni.
Lehet, hogy a magam kárára, sőt, szinte biztos, hogy a magam kárára, de az Isten dicsőségére. Ugye ez lelkiismereti kérdés? Vagy, ahogyan a Biblia mondja, ez a szív kérdése. Ilyen különleges dolog az úrvacsora. Ugye nem egy jel az úrvacsora, nem egy szimbólum. A szívecske, ugye az egy jel. Valaki rajzol egy szívecskét, és mindenki tudja, hogy szerelmes. Vagy szeretetre gondol. Vagy azt jelenti, hogy szeretlek téged, nem annyira, de azért jó. Jóba vagyunk. Ugye ez egy jel, abban nincs semmi különös. Lehetne más jelt is kitalálni, de az úrvacsora ugye az más. Az úrvacsora sákramentum, nem magyar szó. Magyarul így mondjuk szentség. És a szentség egy láthatatlan dolognak a megtestesülése. Direkt így mondom. Ahogyan az Úr Jézus testet öltött, csak azért, hogy odaadhassa értünk. Így vannak még más dolgok is, amelyek testet, tehát látható formát kapnak. Isten parancsára. Lehet, hogy még mindig bonyolult, de a legegyszerűbb példa még mindig az a fa, amely az Éden kertjének a közepén állt. Ugye a helyes és a helytelen tudásának a fája. És Isten fája volt. Ez a fa arról szólt, hogy az embernek van egy kormányzója, egy ura, aki egyrészt gondoskodik a mindennapi kenyérről, a mindennapi eledelről, mert ugye nem csak ez az egy darab fa volt ott a kertben, rengeteg fa volt, mindegyik tele ennivalóval. De ez az egy fa arról szólt, hogy az embernek egy dolog nem szabad. Istentől függetlenül eldönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Tehát ez a fa ott az Édenkert közepén egy szent dolog volt. Egy dicsőséges dolog volt. Ezért nézett ki olyan jól. Ugye Isten nem azért mondta az embernek, nem szabad a fáról elenni, mert mondjuk mérgezett lett volna az a gyümölcs. Ugye nem. A halál nem a gyümölcsbe volt. De amikor az ember kinyújtja a kezét, és szakít a gyümölcsből, akkor láthatóvá válik a szívének a szándéka. Ugye az evésben volt a halál, a szabad így mondanom. Az ember szakított, és evett, az asszony adott a férjének is, és ebből a cselekvésből derült ki, hogy mi van az ember szívében. A bűn tanyját vert az ember szívében. Most ugye pont fordított helyzetben vagyunk. Hálát adunk a kenyérért, természetesen. De ugye a múlt héten is mondtam, és ma is mondom, a fizikai kenyér csak a halálig éltet. Ha halálálló életet adunk, akarunk, örök életet akarunk, akkor az csak egy helyen lehet kapni. Minden körülöttünk a halálról szól, és egy hely van, ahol élet van. Az Úr Jézusnál. Ő szerezte saját vére árán. De hogy lesz a miénk? Ugye? Hogy lesz a miénk az, ami az Úr Jézusé? És megint ugyanazt kell csinálni, mint az elején, mert ugye a Biblia egy egység. Enni kell!
Értitek? Enni kell. Azt az egy dolgot kell enni. De folyamatosan. Persze itt nem arról van szó, hogy ha csak úgy oda megyek az úrasztalához, és eszek egy kis kenyeret, és iszok egy kis bort, akkor megkapom a bűnbocsánatot és az örök életet. Mert ugye nem abból van a bűnbocsánat. Nincs külön bűnbocsánat az úrvacsorában. A megtartatásunk hitből van. Ha hiszünk az Úr Jézusnak, és ugye elmagyaráztam többször, hogy mi a hit, hallgatok Istenre teljes szívemből. Ez a hit. Amikor méltóan veszem az úrvacsorát, akkor mi történik? Akkor láthatóvá teszem a hitemet. Ahogyan rossz ötlet volt az Éden kertjében enni a fáról, úgy most a hívő embernek úgymond kötelező. De nem csak a kenyérből enni és a borból inni, hanem azt tenni, amiről ez az úrvacsora szól. Tehát folyamatosan uramnak, kormányzóbbnak, kenyéradómnak, ugye milyen szép magyar szavak vannak, kenyéradómnak elfogadni az Úr Jézust. Megváltómnak elfogadni az Úr Jézust. És minden nap, vagy ha kell sűrűbben is, elmondani neki, Uram, én most nem tudom, mi a helyes és mi a helytelen. És nem akarom ezt egyedül eldönteni. Te mondd el nekem. Vagy ha utólag jövök rá arra, hogy valamit helytelenül csináltam, akkor utólag elmondom neki, Uram, bocsánat, 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 bocsánat. Nem a helyes helyről ettem. De köszönöm, hogy újra elfogadsz bennünk, engem. Köszönöm, hogy van bűnbocsánat, és csak te nálad, és ezért csak Isten nálad akarok maradni. Ezért ugye ilyen szent dolog ez az úrvacsora. Amikor mindjárt előre jövünk, iszunk a pohárból, és eszünk a kenyérből, akkor egyszerre több dolog történik. Mi az Úr Jézus nem csak szavakkal, hanem láthatóan hirdeti az ő kereszt halálát. Mi meg emlékezünk rá, ja tényleg, ott az élet, és nincs sehol máshol. És ebből akarok élni én is. Ezért megyek oda. És amikor látom ott a testvéremet, akkor az Isten alázatra tanít engem, hogy itt állunk mi, egyszerű emberek. Egyik érdekesebb, mint a másik. De az Úr Jézus mindannyiunkat elhívta azért, hogy a szeretetben összefogva a mindennapi életünkkel úgy dicsérjük az Úr Jézust, hogy jövő héten már az újságban is írnak róla, hogy itt valami van. Itt olyan emberek vannak, akik oly módon viselkednek, hogy itt valami furcsa dolog van. Egyszer el kéne menni a református templomba, megnézni, hogy mi van ott, mert ilyet nem láttunk évek óta. Értitek? Ilyen szent dolog az úrvacsora. Ezért olyan fontos, hogy ezt jól értsük meg. És tudom, hogy ez most sok volt. Ugye, fél órában elmondom azt, amit másfél órában kellene elmagyarázni. Ezért ugye föl van véve ez az igehirdetés is. És majd elérhető a honlapomon. És lehet újra, és újra, és újra hallgatni, hogy ezt megértsük. De a KT-ban is le van írva. Érdemes. Sőt, én azt mondom, fontos. Talán egy kicsit sűrűbben.
elgondolkodni azon, hogy mi is ez az úrvacsora? És vajon a dombovári református gyülekezet valóban láthatóvá teszi az Úr Jézus testét, ahogyan a kenyér is láthatóvá teszi az Úr Jézus testét? Hogyan szerethetném jobban a testvéreimet? Hogyan építhetném egy kicsit jobban ezt a gyülekezetet? Hogy majd azok a szomszédok, rokonok, gyerekek, unokák is az Úr Jézusnál megtalálják az örök élet forrását. Érdemes ezt, nem csak az úrvacsora előtt, hanem rendszeresen, imádságban megtenni az Isten színe előtt. Én biztos vagyok benne, hogy abból óriási nagy áldás fog fakadni. Nem csak kinek a saját életében, hanem a gyülekezet javára is. Így legyen. Amen.